November 13-án a göddölői Dózsa György úti fővárosi szociális idősek otthonában családja és az intézmény dolgozói köszöntötték Rosta Sándornét 101. születésnapján. Eszti néni Debrecenben szegény családba született, előbb varrólány tanuló lett, Debrecen egyik legjobb divatszalonjában, majd 1958-tól Budapesten cukrászda vezető volt. Innen ment nyugdíjba. Gödöllő városa nevében Pece Dániel alpolgármester köszöntötte az ünnepeltet, majd a premontrei Szent Norbert gimnázium tanulói verses zenés műsorral kedveskedtek Eszti néninek. Városunk 101 éves polgára, életvidám, sokat olvas, és jól ellátja magát az otthon falai között.